Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Ösztöndíj átadó tudományos konferencia, fesztivál, nyitány és fúvós zenekari fesztivál. Ezekkel a témákkal foglalkozik a Paletta mai adása. Ne menjenek sehova, már is kezdünk. Béla király, még éltél, hű, béke, honolt. Ezzel a címmel szerveztek tudományos konferenciát Székesfehérváron. A programnak a Városháza adott otthont. Negyedik Béla kora meghatározó jelentőségű volt Székesfehérvár életében. Egy 1396. évben előkerült aranybulláról lesz szó. Ugye messziről közelítünk Negyedik Béla fele, hiszen 1396 az már luxemburgi Zsigmond uralkodásának időszaka. És ez az előadás tulajdonképpen egy luxemburgi Zsigmond uralkodásának igen korai szakaszában megtalált Negyedik Béla kori kiváltságlevélre fókuszál, és tulajdonképpen az előadás kapcsán betekintést nyerhetünk egy kicsit a fehérvári káptalannak a működésébe, és a fehérvári káptalannak a tevékenységébe, az iratkezelésbe, abba a pontos munkába, abba a végtelenül nagy szakértelembe, hogy hogyan kutatnak fel több mint 100 év távlatából egy olyan kiváltságlevelet, amiről pontosan nem tudnak semmit, aminek nincs iktatószáma, aminek nem tudják, hogy ki a kiállítója, nem tudják, hogy pontosan mikor keletkezett. Tehát nem tudnak semmit, csak hozzávetőleg a tartalmát tudják. És ezen a nyomon indulnak el a káptalan munkatársai, hivatalnokai, szakemberei, és így találják meg, és így kerül elő egy Negyedik Béla korában kiállított tulajdonképpen szabadságlevél. Ő volt az az uralkodó, aki városi kiváltságlevelet adományozott Fehérvárnak, ezzel pedig kijelölte azokat a jogi kereteket, amelyek mentén a város élete a továbbiakban alakult. Ez nem egyetlen település volt, hanem voltak éppen egy olyan terület, ami valóban központja a Kárpát-medencének, és amelynek, ha egy háromszögnek képzeljük el, akkor Esztergom, Óbuda és Székesfehérvár volt a három csúcspontja, és az előadás azokra a jelenségekre koncentrál, amelyek Negyedik Béla korában történtek ebben a régióban, mert hogy, és ez az előadás végkövetkeztetése, itt jelentős változások következtek be éppen ebben az időszakban. Egy archaikus jelenség az kezdett kiveszni a Magyar Királyság életéből. Ennek különböző következményei voltak a háromszög három csúcsán. Esztergom megmaradt ugyan érseki székhelynek, de ezen túlmenően egy város volt a sok közül a Magyar Királyság életében. Székesfehérvár azonban megőrizte a szakrális központ szerepét, és az továbbra is a későbbi évszázadokban is így maradt. És ekkor indul el Negyedik Béla idején az a folyamat, amikor Buda érte ez alatt most már a mai értelemben vett Budát, elindul a fejlődésbe, és egyértelműen a késő középkorra a Magyar Királyság mai értelemben is fővárosnak tekinthető központjává válik. Negyedik Béla uralkodása alatt kiemelten fontos eseménysorozatnak számít az, hogy három kolduló rend is megtelepedett a Magyar Királyság területén, a domonkosok, a ferencesek és az ágostor rendi remeték. Negyedik Bélának különösen szoros kapcsolata, bensőséges kapcsolata volt a domonkosokkal. Ezt a legjobban talán az érzékelteti, hogy a Nyulak-szigetén, azaz a mai Margit-szigeten, a hitvesével, Mária királynével együtt alapított egy apácakolostort, amelyet a domokos barátok felügyeletére bízott. Ebbe az apácakolostorba hozták át Negyedik Béla és Mária királyné lányát, Margitot, akit ugye csak 1943-ban avattak szenté. Másik fontos mutatója Negyedik Béla és a domonkosok szoros kapcsolatának az, hogy Negyedik Béla igénybe vette a domonkosokat a kunok térítése kapcsán.
A kunok térítése már az 1220-as években megkezdődött, tehát már akkor, amikor Béla még csak herceg volt. A kun térítés már akkor megindult, amikor a kunok még nem telepedtek le Magyarország területére. A kunok első betelepedésére a tatárjárás előtt 1239-ben került sor. Ekkor a mongoloktól űzve Kötöny, kun fejedelem települt be a népével Magyarország területére. Később a tatárjárás első napjaiban, tehát 1241. márciusában Kötönyt meggyilkolták a magyarok Pesten, és ennek következtében a kunok pusztítva délfelé a Szerémségen keresztül elhagyták az országot. A tatárjárás után IV. Béla valamikor az 1240-es évek második felében visszahívta a kunokat, és tulajdonképpen innentől kezdve számolhatunk a kunok állandó magyarországi jelenlétével. A térítésük elsősorban ekkor is a domonkosokra hárult. IV. Béla és a domonkosok kapcsolata az 1260-as évek elején megromlott, és ettől kezdve a királyi udvarban a ferences rend került előtérbe. A tudományos értekezések kitértek IV. Béla király városfejlesztő munkájára, amire a tatárjárást követően kezdett el koncentrálni. Számos terv megvalósítására nyertek ösztöndíjat a Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíj pályázaton, ezeket is átadták, valamint a Deák Dénes ösztöndíjakat is ismertették. A királyi napok keretein belül idén is a Borivárban adták át a Deák Dénes díjat és ösztöndíjat, valamint a Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjakat. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, a Borivár jelképes, szimbolikus helye Székesfehérvárnak, amely egy személyes történet közösségi megnyilvánulása, büszkesége a városnak. Valahol mind a Deák Dénes díjban, ösztöndíjban, mind a Láncos Szegfű díjakban, ösztöndíjakban az a közös, hogy nagyon-nagyon sok személyes történet, vagy nagyon sok személyes kutatni vágyás, vagy egy-egy témafelvetésből lesz aztán valamilyen közösségi eredmény. Idén a Deák Dénes díjat Ecsedi Mária képzőművész vehette át, aki apró alkotásaival, színes plasztikáival szépítette a várost éveken át. Fantasztikus nagy dolognak tartom. Abból a szempontból, hogy én kapom, mert akiket eddig tudok, hogy kapták, hát azokat mindegyiket nagyon tisztelem, nagyon úgy gondolom, hogy mindegyik megérdemli. Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjat 20-an vehettek át, az alapítvány kuratóriuma a benyújtott pályázatokat elbírálja, és minden évben a tervek megvalósításához nyújt anyagi támogatást. Fehérvár új jelmondata, ugye ez az, hogy Fehérvár tele élettel. Most ehhez az élethez, ami ebben a városban most azt lehet mondani, hogy egy virágzó élet, ez nyilvánvalóan, hogy a tudomány, kultúra, művészetek képviselőinek nagyon fontos szerepe van, és hát természetes, hogy az ő ösztönzésük az alapvetően fontos. A Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíj Vakler Lajos újságírónak a fehérvári beszélgetések harmadik kötetének megjelenésében lesz segítség. A székesfehérváraiakat veszi gorcső alá, tehát olyan közéleti és kulturális szereplők, akik nagyon sokat tettek a városért. Tehát próbáltam úgy összefoglalni költőket, írókat, színművészeket, általában közéleti szereplőket, akik azt mondták, hogy Székesfehérvár számukra valóban otthon. Ennél több nem kell, azt hiszem, a mai világban. Nem először nyerte el az ösztöndíjat Asztalos Tamás, aki a fővárosi sajtó tükrében próbálja bemutatni Székesfehérvárt a kiegyezéstől kezdve. Most a gyűjtő munka valósul meg az ösztöndíjból. Nagyon plasztikusan bemutatja, hogy milyen fontos volt az ország számára és a főváros számára is Székesfehérvár, és szerintem meglepő lesz a fehérváriak számára is, hogy milyen nagy számban és igen, nagy sok témában és szerteágazó témában foglalkozott a fővárosi sajtó Fehérvárra. Az ösztöndíjasok többek között könyv megjelenéshez, lemezkiadáshoz, városvezető füzet kiadásához, nukleáris kutatómunkához, közéleti és kulturális szalon működtetéséhez kaptak támogatást.
látást. Az Országalma köré épített színpadon IV. Béla történelmi fordulatokban gazdag életét vitték színre, a fesztivál nyitányon járt a paletta stábja. Több mint 200 év telt már el azóta, hogy Árpád fia Vajk István néven a nomád magyarok hosszaléptejét a kereszténység egyenes útjára igazította. Szent István ünnepén a királynapok keretében mutatták be Matuz János rendezésében azt a rendhagyó történelmi játékot, amely az ifjú Béla herceg útját követve jutott el a Muhi csata okozta pusztító sokkon keresztül IV. Béla uralkodásának kulcspontjához, a második honalapításig. Szerettük volna ezt az Árpádházi történetet, ami maga nem egy egyedülálló történet, mert IV. Béla élete és története Szent Istvánéhoz hasonlítható. Ugye két országépítőről van szó, ennek a megnyitó ünnepségnek a titkos címe a tűzben született. Egy pusztuló félben lévő ország a lángokból újjáélet, és ebből az újjáéledésből, mint annak idején Szent István fialala után az országot Szűz Mária kegyeibe, úgy a menekülő IV. Béla Klisszavárában születendő leány gyermekét Isten oltalmába ajánlotta ajándékul, hogyha Isten segítése a mongol haderőt az országból eltünteti. Meg is történt, megszületett Margit, ő lett az Árpádház utolsó 5. szentje, második női szentként. Ő az ő életének és példázatának máig ható üzenete van. Hagyjátok abba! Hagyjátok abba! Az ifjú kétségek között gyötrődő Béla herceg szerepében egy fiatal tehetséget, Csengei Mártont köszönhettünk, aki alakításában hitelesen adta vissza a kor kihívásaival küzdő ifjú férfi váérését. Nagyon megtisztelő ez a feladat, nagyon örülök, hogy egy herceg szerepében lehetek. Nagyon megpróbálom átélni ezt a szerepet, és olyan alázattal mégis tartással eljátszani ezt a herceget, ezt a későbbiekben hatalmas királyt, amilyen ő lehetett valójában. És természetesen a rendező Matuz János instrukciójai alapján megvalósítani ezt a hatalmas uralkodónak a kiskori önmagát. Őserő! Ki Istenné szentesültél! Kin megszületett élet és halál! Hold és nap! Nevedben ím nem ezt falu jurták nincs, mint egybeterelem! Halálos hadsejét! Halált keresték! A Muhi csata kérlehetetlen mongol vezére, Batukán alakjának autentikus megjelenítője, Szabó Miklós Bence ismét úgy volt hiteles, ahogy azt a régmúltban járatos, a történelem iránt érdeklődő emberek idézték meg Genghis Khan unokájának alakját. Ez a megnyitóra készül ez a produkció, ami viszonylag rövid időintervallumban, viszont annál tartalmasabb az az egész. Ugye ebben Batukán gyakorlatilag megjelenik, jön, lát és győz, tehát hogy valami maga biztosan megérkezik, és gyakorlatilag itt legyalul mindent, és ahogy megjött, úgy el is tűnik. Viszonylag rövid idő áll erre rendelkezésre, de reméljük, hogy minél jobban összejön majd ez az egész. Úgy hiszem, hogy a lélek Isten orgonája, amelyen a leghalkabb szó is csodálatos erővel csendül fel. Béla szent életű lányát az először boldoggá, majd 12. Pius pápa által szenté avatott Margitot, Varga Lili nyújtja át nekünk, megdöbbentő eszköztelenségében is megmutatva Margit életének mélységeit. Nagyon nehéz az, hogy az ember tényleg megcsináljon egy olyan sűrítést, például színészileg, hogy mindent ebben a pár mondatban úgy el tudjon mondani, és hát remélem, hogy sikerül. Szerintem nagyon jó szöveget írt hozzám Matuz János is. És nagyon szeretem ezeket a mondatokat, nekem olyan, mintha én mondanám. Helyünk, feladatunk van még a teremtett világban. Szeretni és szolgálni minden létezőt az újjáéledő világon. Az uralkodó Juhász Illés megformálásában olyan volt, ahogy azt tanítják, ahogy Béla, mint korszakos államférfi létezik a történetírók jegyzeteiben, önfeladás nélküli hittel élő, és ezért mindent vállaló emberként tekinthetünk rá. Szeretném ezt jól megcsinálni, és hogy szeretnék ebben aktívan részt venni, ami szerintem a rövid próbaidőszak ellenére egész jól sikerült, úgyhogy szerintem egy látványos produkció lesz ez. A dráma kivételes lehetőséget nyújtott városunk tánccsoportjainak is a bemutatkozásra. A rendezői szándék szerint a néptánc és a kortárs balett ötvözetével nyitottak új dimenziókat. Ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, mert tulajdonképpen itt egy,
szenírozott történelem óráról van szó, illetve a történelem szeletének a szenírozott formában való megmutatásáról. De nem csak tehát a művészet lényege, hogy nem informatikusan közöl valamit, hanem az érzékekre hat, mind a zene, mind a próza, mind a tánc, és itt ebbe a produkcióba ez egységbe van jelen. Szeretni és szolgálni minden létezőt az újjáéledő világon. Nagy feladat ez egy ilyen kis teremtménynek. Hát ennek szentelem kis életem minden percét. És hogy ezt tehetem, kedves apám, szívből köszönöm. Ami testből van, az test. Ami lélekből, az lélek. A látványt, a színpadképet a Falvai Miklós alkotta képi világ tette teljessé, míg a hangzást, a zenét Cserta Balázs elképzelésében a zeneszerző tárogató játékát, illetve az avarhorda dobjainak ritmusát élvezhette a közönség. Eddig még nem volt ennyiféle csapat együtt a színpadon, úgyhogy megpróbáltunk olyan zenéket összevágatni és olyan zenéket csinálni, ami igazából kortalan, de mégiscsak a múltat és a jövőt valahogy megszemélyesíti, és aztán szerencsére a koreográfusok segítségével aztán megtaláltuk azt az utat, ami valóban ezt megpróbálja a múltat és a jövőt is összefoglalva megmutatni. A Matuz János által megálmodott és megvalósított a kort megidéző színpadi játék alcíme Sokat mondó igazság, Magyarország valóban a tűzben született újjá a ma emberének okulására. Ismert dallamok elevenedtek meg a Fehérvári Fúvós Zenekari Fesztiválon, a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar meghívására Várpalotáról és Martonvásárból érkeztek vendégegyüttesek. Pop, rock, slágerek, de jól ismert filmzenék is felcsendültek fúvós zenekarok tolmácsolásában a Fehérvári Fúvós Zenekari Fesztiválon. A fellépő együttesek szerint ezeket a népszerű dallamokat mindig nagy sikerrel fogadja a közönség. Egyszerűen haladnunk kell a korral, tehát nem elég a régi tradicionális, jól bevált indulókat és a polkákat, ilyeneket játszani, kell. Nagyon jó hangszerelők dolgoznak, nagyon jó hangszerelésben készítik el ezeket a számokat, a közönség pedig a tapasztalatok alapján nagyon szereti. Mit kell tudni az együttesről, milyen múltja, hagyományai vannak? A Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar 1929-ben alakult, úgyhogy idén fogjuk a 90 éves jubileumunkat ünnepelni. Ezt kettőféle módon fogjuk megtenni. Egyrészt augusztus 24-én lesz egy zenekari találkozó Várpalotán, ahol meglepő módon a székesfehérvári zenekar is részt fog venni. Rajtuk, illetve rajtunk kívül még az Ajkaiak és a Balatonfüredek kaptak meghívást. Majd évvégén hagyományosan egy évzáró koncerttel fogjuk zárni az évet, és az ünneplésnek a második felét akkora tartogatjuk. Három évtizedes fennállását ünneplő Székesfehérvári Ifjúsági Fúvózenekar a térség együtteseit invitálta a programra, így a házigazda mellett bemutatkoztak a várpalotai és a martonvásári fúvósok. Székesfehérváron ma a fúvózene kerül a középpontba. Mi volt az apropója ennek a fesztiválnak? Semmi apropója nincsen, évek óta rendezzük, ez a harmadik évtizede, hogy rendezzük ezt a fesztivált, eleinte 2 éve volt, az elmúlt 5 évben pedig minden évben megrendezzük, kicsit más néven, Fehérvári Fúvós Fesztivál néven. Semmi egyéb apropója nincs, van itt Székesfehérváron egy fúvós zenekar, Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar, szeretünk zenélni, szeretjük meghívni a környező
települések fúvós zenekarait, és szeretünk velük együtt játszani. Ennyi az egész. Honnan érkeztek most itt a környező térségből a zenekarok? Martonvásárról tudjuk, hogy vannak itt, de kik kaptak még meghívást? Martonvásárról is itt van a fúvós zenekar, és a Várpalotai Bányász fúvós zenekar is itt van. Őket gyakorlatilag minden évben vendégül látjuk, nagyon már összenőttek velünk, úgyhogy nagyon ígéretes közös produkció elő nézünk este 7:30 körül. Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire népszerű a fúvós zene, akár a hallgatóság körében, vagy akár az utánpótlás tekintetében népszerű ez a hangszer? Hát ez több hangszert fed le, ugye a pikoló fuvolától egészen a legnagyobb tubáig. A zeneiskolával jó kapcsolatot ápolunk, és van utánpótlásunk, hála Istennek. Úgyhogy amíg működik, addig toljuk, ha elkezd nem működni, akkor még jobban toljuk. Mik szerepelnek a mai repertoáron? Ma pop és rock zenékkel készültünk, ezeknek természetesen fúvós zenekari átirataikkal. Ez az idei fő nyomvonalunk. Minden évben másikat választunk, másfajta zenét játszunk. A fúvózene megtöltötte Székesfehérvár belvárosát, a három zenekar játékát összhang és magas szintű szakmai tudás jellemezte. Nem csak a közönség soraiban népszerű a fúvózene, de a művészet és diákok körében is, így látja a Martonvásári együttes karnagya. Mi Martonvásárról érkeztünk, egy lassan 25 éves együttesről van szó. Idén másodszor kaptunk meghívást erre a kiváló programra, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy részt vehetünk a Királyi Napok rendezvénysorozatán. Nagyon jó kis programokkal készültek a szervezők, és nagyon örülünk, hogy ebben a fúvózene is komoly szerepet kapott. Mi szerepel majd a repertoáron? Játszunk indulókat, könnyű zenét, filmzenét, és hogyha a közönség vevő lesz rá, lehet, hogy még meg is táncoltatjuk majd őket. Mi a tapasztalat? Mennyire népszerű a fúvós zene az emberek körében, illetve nem csak a nézők körében, hanem mondjuk a zenész palántek körében van-e utánpótlás? Mi most nagyon szerencsések vagyunk Martonvásáron, szeptemberben megalakult egy tücsökzenekar, úgyhogy a zeneiskolában, a művészeti iskolából kapunk utánpótlást, egy 20 fős kis csapatot sikerült összehozni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon népszerű a fúvós zene. Ez annak köszönhető, hogy komolyan gondolja az ország is azt, hogy kell fúvós fesztiválokat szervezni, és erre is egy remek lehetőség az, hogy a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar idén 30. évfordulója alkalmából is egy fúvós fesztivált szervezett. A Fehérvári Fúvós Zenekari Fesztivállal nem ért véget a fúvós rendezvények sora Székesfehérváron, hiszen a műfaj kedvelőit augusztus 16-án várja a 7. Fricsai Richárd Katona Zenekari Fesztivál. Kedves nézőink, Paletta Kulturális magazinnal legközelebb egy hét múlva számítunk majd a figyelmükre itt kollégáimmal. Addig is érdemes a Fehérvár Televízió műsorát böngészni weboldalunkon, hiszen a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvényeiről folyamatosan élő közvetítésekkel és filmösszállításokkal jelentkezünk. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Viszontlátásra, szép estét kívánok!